Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Ez a Szóban forgó Szarvasváros önkormányzatának közéleti magazinműsora, és most egy rendkívüli eseményről számolunk be, mert valószínűleg Önöket is érinti, hiszen többen vagyunk a városunkban most ezen a hétvégén, mint egyébként szoktunk, mert ahogy itt mögöttem is látják, megérkezett közel 400 biztosítós szakember, munkatárs, rendszeresen két évente itt szokták ünnepelni az együttlétet, és nagyjából a háromnapos sportverseny alatt mindenki mindenkit jól, jobban megismer, és itt vannak városunkban, és élvezik ezt a gyönyörű szép környezetet, és élvezik a sport adta lehetőségeket. Most a megnyitó után, amelyet dr. Alekszandr Procsenko tartott, a biztosító elnök vezérigazgatója, polgármesterünk Babák Mihály és alpolgármesterünk Molnár Etele köszöntötte a jelenlévőket. A mai nap során elkezdődnek a sportversenyek, lesz asztali tenisz, kenuzás, úszás, és ezek után pedig még sárkányhajózás is. Holnap pedig, tehát a szombati napon a sárkányhajózás már nem várható, viszont lesz itt exatlon pályán verseny, akit érdekel, nyugodtan jöjjön és nézze meg, mint néző természetesen, és a következő néhány napban, tehát egészen vasárnap estig ez a közel 400 ember megtisztelte városunkat, és élvezik az itt adta kulturális eseményeket is, mert nyilván meglátogatják a Munkácsi Most kiállítást. Tegyék kérem mielőbb Önök is ezt, mert nem oly soká, de kicserélődik a képek egy része, és ezt a visszanemtérő alkalmat érdemes megragadni. Most tehát az itt lévőknek jó sportolást, egyébként Önöknek is ugyanezt kívánom, érezzék jól magukat, és nézzék meg a megnyitót. Szeretettel köszöntelek benneteket Szarvas városában a 25. Allianz sportnapok alkalmából. Jó magam, mindhárom napon itt leszek veletek, Pártai Lúcia vagyok, de már 4 évvel ezelőtt találkozhattunk egymással. Örülünk, hogy ismét itt vagytok, és remélem, hogy nagyon jól érzitek majd itt magatokat. Szeretettel köszöntöm elnök vezérigazgató urat, dr. Alekszandr Procsenkót, és Babák Mihály Szarvasváros polgármesterét, valamint Molnár Etelét, Szarvasváros alpolgármesterét. Mindkét városvezető megtisztelte az eseményünket. Most pedig felkérem elnök vezérigazgató urat, hogy nyissa meg a rendezvényt. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, sziasztok! Szia! What should I say? With one word, I would say finally. Finally, we have this event again. Mit is mondhatnék egy szóval? Az, hogy végre, végre újra itt vagyunk együtt. After 4 years after Corona, I think now this is the great opportunity to come again and in such a great place and such a great weather. 4 év után és a koronavírus után óriási élmény újra itt lenni együtt. Now, I can talk a lot about sports, I will not talk much because it's too hot here. Sokat beszélhetnék a sportról. I can only say that sport is always important because it keeps us fit and healthy, but it's also important for the mental health and dealing with stress. A sport nem csak egészségesen és testben éppen tart minket, hanem lélekben is, a mentális egészségünkben is nagy hatással van, és segít abban, hogy ezt megtartsuk. But it's also important by bringing people together, having the team spirit and celebrating and competing together. És nagyon fontos, hogy ismét összehozza az embereket, és a csapatszellemet együtt ünnepeljük. And by the way, as I just learned a few months ago, it's also after my injury, it's also good to, sport is good to keep the weight down. És ahogy én is megtanultam néhány hónap alatt a sérülésem miatt, hogy azért is jó a sport, hogy a testünket formában tartsuk. But now it's about this event, and I'm glad that almost 400 people will be here this weekend.
És most erről az eseményről büszke vagyok arra, hogy majdnem 400 kollégánk részt vesz ezen az alkalmon. And we will have many sports types, also some new ones, so you will have some surprises as well. Sokféle sportágban kipróbálhatjátok magatokat, néhány új van is, amik valószínűleg meglepetésként is fognak hatni számotokra. But we also will celebrate. For example, this is the 25th time the 25th time this event takes place. És szintén ünnepeljük azt is, hogy ez az esemény 25-ször kerül megrendezésre. And we will also celebrate this weekend the 37th anniversary of Allianz Biztosító. És szintén ezen a hétvégén ünnepeljük az Allianz Biztosító 37. születésnapját. By the way, we will also celebrate Levente's birthday today. És Levente születésnapját is ma ünnepeljük. So Levente put his birthday on the right date. I also would like to use the opportunity and say big thank you to the organizing team and to the city which hosts us in such a beautiful and sunny environment. Köszönetet szeretnék mondani a szervezőknek a munkájukért és Szarvas városának, hogy befogadta az eseményünket most már több egyszerre. So with this, I wish you a lot of fun, a lot of success. Do sports, celebrate, and hopefully you will have many memorable experiences at the end. És végül hadd kívánjak nektek nagyon jó sportolást, ünneplést, érezzétek jól magatokat ezen a hétvégén. Köszönöm. Thank you very much, Alexander. És most szeretettel megkérek benneteket, hogy hallgassuk meg Babák Mihályt, Szarvasváros polgármesterét, és aztán Molnár Etelét, az alpolgármester urat. Szerintem egy klassz meghívót fog nektek átadni, mert hogy már itt vagytok, de hogy... Ja, nem mondjam el a poént, akkor polgármester úr, tiéd a szó. Szép napot kívánok, kedves Allianz, nagy csapat vagytok. Köszöntelek benneteket Szarvason. Elnök vezérigazgatót nagy tiszteltel köszöntöm, de ő valószínűleg nem tudja, még tudjátok, hogy Szarvas a történelmi Magyarország Szent István államának mértani közepe, úgyhogy középpontban vagytok, mint mindig, és nem először van itt az Allianz, úgyhogy sokszor köszöntöttelek már benneteket, és nagyon köszönöm, hogy megint eljöttetek hozzánk. Az időjárás megfelelő, úgy gondolom, és elárulom még nektek, hogy újkori történet, ha halkabban beszélnétek, akkor több is hallja. Nem mondtam még el nektek, hogy 300 évesek vagyunk, újkori történelmünk az 300 év. Látszik. Semmi. Mit mondtál? Semmi. Vitatkozik velem, mert ugyanis tavaly léptünk be a 300-ba is, amíg nincs 301-dik, mi 300 évesek vagyunk, nem? Ezt akartam? Igen, ezt ne cibódjunk majd a mikrofonok előtt, de kell a jó kedve derít bárkit, akkor ez így van. Szúnyogot írtottunk, és úgy gondoljuk, hogy minden megvan arra, kicsit építkezünk is közben, hogy jól érztek magatokat. Gyertek vissza máskor is, szívesen látunk benneteket, hajrá Allianz! Jó egészséget, szép napot, jó szórakozást és jó kedvet kívánok! Szóval én vagyok 300 éves, mondom látszik, úgyhogy most megkérjük a polgármester urat, Molnár Etelét, hogy ő is mondja el a gondolatait. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a hétvégén, amit itt töltetnek Szarvason. Nem csak a személyiségünket fejleszti a sport, hanem ugye a sport hozzátartozik, és ezt önök tudják a legjobban, hogy az egészséges életmódhoz is hozzátartozik, mert ugye nagyon sok munkaórát töltenek az irodába, a gépkocsiba, még mennek ide-oda a munkájuk során. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy Szarvasra szervezték ismét az Allianztól ezt a programot. És Szarvas ugye nem csak sportváros, hanem a kultúra és a turisztika középpontja is itt, és nem csak a történelmi Magyarország középpontja. Úgyhogy kulturális szempontból is programok futnak ezen a hétvégén is a városba. A Vízi Színházunk ma este egy fergeteges vígjátékra vár mindenkit szeretettel. A Feleség 40 fölött kezdődik, holnap pedig egy
Lili Bárónő musical lesz, amire szintén... Operett. Vagy operett lesz, elnézés. Én még rockzenén nőttem fel. De. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk oda is, és azért a sportrendezvényeknek a szünetében a Tesedik Sámuel Múzeumot se hagyják ki, mert ott pedig egy páratlan kiállítás látható a Munkácsi Most címmel. Pák Imrének az összegyűjtött munkácsi képei tekinthetők meg, tanulmányok és eredeti képek is, amiket a művész élete során festett, alkotott. Úgyhogy városunkban számos színes programmal várjuk Önöket, vegyenek részt ezzel nagy örömmel és jó kedvel, de a legfontosabb ugye, amiért jöttek, ez a sportnap. Erre a sportnapra kívánok mindenkinek nagyon jó eredményt és sérülésmentes versenyzést. Hogy érezzék jól magukat, és ne felejtsék, Szarvas, ahogy polgármester úr mondta, visszavárja Önöket. Mindenkit visszavár, és vigyék jó hírünket, és szeretettel látjuk a jövőben is. Ugyanígy a rendezvényt is, és Önöket is a családjaikkal együtt. És amit sokan tudnak, de elmondom nektek, mert tudni kell róla, hogy egy fantasztikus kiállítás, ez nem volt még kiállítva másod, ezt különböző szalonokból is, Amerikából, meg az Európa különböző országából vásárolta Pák Imre, és nekünk adta, iszonyú költségbe kerül, de nézzétek meg, mert ez így együtt nem nagyon látható. Szeretném ajánlani, hogy ha valaki nem szereti az élővizet, akkor a gyógyfürdőnket, a Szent Klárát és a körös holtágat, a kajakos sportokat is, aki akar még ezen kívül több sportágat kipróbálni, rekordtámpájától kezdve minden csoda ajánlat van, úgyhogy nagyon-nagyon érezzétek jól magatokat, és ősszel szilva nap, gyertek vissza nyaralni is, még egyszer minden jót nektek! Babák Mihály polgármester úrnak köszönjük szépen, és Molnár Etele alpolgármester úrnak, ahogy Alexander Procsenkónak is köszönjük szépen, thank you very much!